hello, sziasztok srácok, itt Dead on Wheels, és mint ahogy azt az előző videóban már említettem, most egy kicsit szeretnék arról beszélni, hogy milyen motorjaim voltak, miket vezettem, illetve hogy most jelenleg mit is vezetek. Nagyon-nagyon picit fúj a szél, nem túlságosan, viszont sajnos még a jelenlegi hang beállításaimmal ez várhatóan egy kicsit még szélzajos lesz. Az elkövetkezendő időszakban talán majd szépen lassan megérkezik a Tascam DR05-ös hangfelvevőm, ami ha minden igaz, akkor már elvileg sztereóban is tud rögzíteni, és egy kicsit, hát lényegesen tisztább hangot fogok tudni produkálni. De addig is még egy-két videó erejéig marad ez a rendszer sajnos. Az előző bemutatkozó videómban nem beszéltem róla, viszont szeretném azt elmondani, hogy nagyjából heti egy videót szeretnék megpróbálni feltölteni. Ezt úgy érzem, hogy a munka és egyéb irányultsága, elfoglaltságaim mellett még úgy tudom is tartani. Aztán itt-ott, hogyha esetleg egy kisebb csúszás van, akkor valami rövidebb short videót majd azért mindenképp fölteszek, tehát heti egyre azért lehet számolni. Na de visszatérve az eredeti témámhoz, hogy mégis milyen motorjaim is voltak, illetve miket vezettem még a mostanimat megelőzően. Hát a többségünkkel megegyezően én is 50-esen kezdtem, ami pedig nem volt más, mint egy S51-es Simpson. Rettenetesen szerettem, még akkor, nagyon régen, viszont egy nagyon rövid idő után nagyon-nagyon szervizigényes lett, és igazából ezt untam meg. Aztán utána saját motorom nem nagyon volt, inkább csak a faluba, ahol akkor még laktam, környékbeli srácoknak ugye volt mindig valami motorja, akkor épp azt vezettük volt, ahol épp egy 125-ös KTM-et, vagy egy 600-as Fazert. A 600-as Fazernél megjegyezném, hogy ott már nagymotoros jogosítványom volt, tehát jogosan vezettem, tehát nem illegálisan, hogy fogalmazzak így. Elég kényelmes volt, de nekem személy szerint nem lesz a kedvencem. Aztán egy olyan durván másfél éve vásároltam meg ezt a mostani kis kétkerekümet, amit rettenetesen szeretek. Ez pedig nem más, mint egy 96-os évjáratú Kawasaki ZX6R, és hogyha jól emlékszek, akkor az F-széria ebből a típusból. Hát nagyon sok motort megnéztem, mielőtt ezt megvásároltam, illetve egy jó párat ki is próbáltam. Hát voltak, amik ránézésre jók lettek volna, és amikor kipróbáltam, akkor rájöttem arra, hogy annyira azért nem jók, mert hogy mivel 196 cm magas vagyok, ezért elég nehéz olyan motor találnom, főleg sport kategóriába, ami relatíve kényelmesen elférek és belefért az akkori büdzsémbe. Igen, aztán végül is ennél maradtam, de egy-két apró felújítást kellett rajta eszközölni. Nem mondom, hogy ezekkel még nem végeztem, igazából a drágább dolgok még most jönnek. Gumicsere, hajtáslánc, fogaskerekek és a többi. De hát ez van, ez gyakorlatilag időközönként mindegyik másik motoron is meg kell tenni, szóval igazából ugye standard karbantartásokat végzem most ezen a motoron. És legújabban a kuplung került felújításra, valami még mindig nyikorog egyébként a motoron, nem tudom, hogy mi az. Erre remélhetőleg záros határidőn belül sikerül azért pontot tennem, hogy mi lesz, milyennek az oka. Jellemzően elinduláskor lép elő ez az effektus, amikor nem adok elég gázt. Szerintem egyébként még mindig kuplunggal lesz valami kis hibája, de hogy pontosan mi, azt nem tudom. Na, hogy tényleg itt mögöttem nem bírna normálisan közlekedni. Most a városban ezen a részen mindenhol 30-as távra van. Szóval gyors hajtásért meghalni itt nem fogok, ha csak valaki éppen nem gondolja úgy, hogy fogalma nincsen arra, hogy merre közlekedjen, vagy
vagy épp hogyan menjen. Már is mögöttem ez az autós. Nagyon nem szeretem, amikor a seggemben vannak bent egy autóval. Főleg nem egy ilyen relatíve zárt helyen, ahol gyakorlatilag van menekülési útvonalad, de ha figyelembe veszed azt, hogy mennyi minden akadályozó tényező van még ott, gondolok itt biciklisre, gyalogosra, akkor nem a legbiztonságosabb. Igen, tehát így nagyon, nagyon röviden lett volna amit vezettem és hogyan jutottam el idáig történet. Lassaskán majd a ruházatom is össze fog állni ebbe a történetbe. Értem itt a kétrészes bőrruhát alatta. Ugye a többi az nagyjából megvan, ez az egy, amiért még el kellene sajnos, hogy menjek egy kicsit messzebbre. De záros határidőn belül az is meg lesz. És közben meg hazafelé tartok, mert hogy ebédidő van. És ezért mindenkinek jól esik egy kis ebéd. És ha már itt vagyok, már nem szponzorált tartalom, de szeretném megjegyezni itt a egyik nagyon jó kedves barátomnak a boltját, Zalaegerszegen, Lowrider Shop. Dísztéren található, www.lowridershop.hu címen. Rettenetesen jó deszkás cuccaik vannak, hogyha esetleg érdekelteket, látogassátok meg őket. Addig is köszönöm, sziasztok!